Számíthatunk-e arra, hogy tiszta marad a városunk? Ezt tudom, hogy a lakosságtól is függ, de mennyire győzik majd, illetve szaporítják-e a szemetes kannáknak a számát a belvárosban? Mennyire tesznek ki akár figyelmeztető táblát, hogy ne dobálják szét a szemetet az emberek? Hát ez egy nagyon nagy gond, mert valójában nekünk minden megvan szépen papíron írva, hogy van rendszerezve, kinek mi a kötelessége, kinek hogy kell viselkedni ebben a városban. Mivel kell rendelkeznie, és hogy kell viszonyulnia ahhoz, amit elvár ez a város a használóktól. Sajnos ez úgy jön ki a végén, hogy az, aki a rendet nem tartja fönt, az sokkal nagyobb mennyiségben van jelen a terepen, mint aki ellenőrzi. És ez valahogy nem lett. Ennek a végére nagyon nehéz eljutni, mert mi már minden szinten próbálkoztunk, információt osztottunk a lakosság között, hogy kell kitenni a szemetet, mit lehet, mit nem lehet, miben lehet, miben nem lehet. Üzletekbe, saját vállalkozású üzletekbe vittünk felhívást, hogy nem lehet a közös nyilvános felületen levő lakosságnak a szolgálatára előrelátott kukákba tenni az üzletekből származó hulladékot. Nem az utca, ahol le kell tenni a szemetet. De valahol ez úgy van, hogy ők kiteszik, mi eljövünk, elvisszük, és ez mindegy reflex fejlődött ki, hogy hát, hogyha már kiviszem, én úgy is tudom, hogy elviszi a csisztotya. Ha pedig nem visszük el, akkor pedig már mindjárt az újságban jön, hogy a csisztotya nem tartsa fönn a városban a rendet, hát és akkor nincs mit más. Független attól, hogy valaki határozaton kívül viselkedik, vagy nem úgy viselkedik, vagy nem úgy használja a közfeletet, vagy az előre le van látva, nekünk rendet kell tenni. És ez csak egy halmozódó munka, feladat, aminek sosem nem lehet a végére jutni. Reggel minden rendben van, akkor délben egész cirkusz van, akkor megint délután megint rendben van, akkor ilyen totál cirkusz van, akkor mindenki ki mindent kitesz, akkor megint reggel rendet teszünk, délután megint rendben, és hogy ez ilyen soha nem befejeződő folyamatról van szó. Én erről nem tudok mit mondani többet, szóval nem tudom az oktatás, hogy van, a házi nevelés, hogy van, de szerintem itten semmi nem működik, ami azt jelenti, hogy én nekem van egy felelősségem a közfelület iránt, különösen a központban levő üzleteket hívom most föl, mert valakinek körül kell járni a várost este 9 szintjén, hogy meglássa, hogy a Rudics utcába, a Strassmerevába, a Dimitri Utcevics utcába mi mindent raknak ki a kis szemetesek köré az üzletek. A komplett az napi forgalmukat, kipakolt árujukat, abból származó szemetet mind kirakják az utcára. Mert úgy is jövünk és elviszük, ott hagyni meg nem bírjuk. És ez egy végtelen folyamat, végtelen, soha nem ér véget. Hogy ne mondjam, hogy olyanok vannak, hogy oda jutunk egy felületre, ahol komplett minden konténer 1,1 köbméteres, teljesen üres, körülötte pedig egy totál rumli. Szóval csak azon múlik, hogy fel kell emelni a tetejét és beledobni, nem, még az se. Szóval mellé, aztán tovább megy az ember. Szóval különböző variációk vannak, de valahol az emberekben levő felelősségérzés teljesen nincs jelen. Totál nincs jelen. Szélmalomharcnak tűnik, de gondolkodtak-e valamiféle akár trükkös megoldásokon, akár összefogni a helyi közösségekkel, összefogni a vállalkozók egyesületével, összefogni az iskolákkal? Szerintem minden helyi közösség nem tudom, hogy foglalkozik-e a problémával, annyival foglalkozik, hogy jelenti nekünk, hogy van probléma, és hogy oldjuk meg. Szerintem ezen a szinten vagyunk még jelenleg, hogy ha van probléma, akkor rendszeresen jelentik nekünk, hogy ez a mi feladatunk is, hogy oldjuk meg. Úgyhogy más szinti kapcsolatról még nem volt tapasztalatom.